A Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 67 tagot számláltottuk meg a panasnoktól, Wilhelm Zoltántól. Akik aktívan részt tudnak venni a vonulásban, illetve a vonulásokban részt is vesznek, körülbelül 30-35 tagról van szó. Az Egyesület 2016 óta önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként működik, ami azt takarja, hogy éves szinten bizonyos meghatározott keret óraszámot kell vállalni, amit ugye teljesíteni is kell. Ezért a teljesített óra számért anyagi támogatást kapunk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól. Az önkéntes beavatkozó tűzoltó egyesületben, akik aktívan a nap 24 órájában az év 365 napjában riaszthatóak, ők 22-en vannak. Napi szintre lebontva ez azt jelenti, hogy minden nap 4 fő, azaz fél raj tart készenléti szolgálatot, ez lakáskészenlétet jelent, SMS-ben érkezik a riasztás, illetve a megyei híradó ügyelet EDR rádión keresztül riasztja az egyesületünket, és a riasztástól számított 15 percen belül a gépjármű fecskendőnek el kell hagyni a szertár épületét, elindulunk a kárhelyre. Abban az esetben, hogyha a kárhelynek a nagysága, illetve a tűz vagy a műszaki mentésnek a súlyossága ezt indokolja, természetesen a dombóvári hivatásos kollégák, illetve a riasztási fokozatnak megfelelően a többi gépjármű fecskendő is tart a káreset helyszínére, és közösen számoljuk fel. Abban az esetben, hogyha a káreset lényegesen könnyebben megoldható, illetve akkora élőerőt, valamint technikai felkészültséget nem igényel, akkor azt mi saját magunk, az egyesület 4 fője, a gépjármű fecskendője is felszámolhatja. Ebből fakad a megnevezésünk is, hogy önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület. A megyei és országos viszonylatban is egy jól felszerelt önkéntes tűzoltó egyesületnek számít a Kurdi. Köszönhetően a minden évben kiírt OKF pályázatnak, amin technikai eszközöket pályázunk főképpen, mert az anyagi támogatást, illetve a működési költségekre szükséges összeget azt a minden hónapban az OKF-től kapott pénzösszegből tudjuk finanszírozni. Így jelen pillanatban ott állunk, hogy olyan technikai eszközeink vannak zömében, ami már a hivatásos tűzoltóságokon, illetve az önkormányzati tűzoltóparancsnokságokon is megtalálható. Abszolút jó fel vagyunk szerelve. Gépjármű fecskendő állapotában lehetne valamennyit még fejleszteni ezen a dolgon, de tulajdonképpen ez is folyamatban van. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki önkéntes tűzoltó lehessen? Ahhoz, hogy valaki felkerülhessen a gépjármű fecskendőre és beavatkozó tűzoltóként részt vegyen a műszaki mentésekben, illetve a tűzoltásokban, van egy 40 órás alapfokú tanfolyam, amit mindenkinek el kell végeznie. Ez a 40 órás tanfolyam, ez az alapokat tanítja meg az embernek. Szakifejezéseket, szakfelszereléseknek az elnevezését, különböző szerelési módozatokat a műszaki mentésnél, a különböző technikai fogások végrehajtását. Ezen felül minden hónapban Tamásiba van arra lehetőség, hogy képzésen vegyünk részt. Nagyon jól megszervezett képzés, nagyon jó előadókkal, nagyon hasznos tananyagokkal. A beosztott tűzoltókon kívül ugye van gépkocsi vezető a gépjármű fecskendőben, illetve van egy tűzoltás vezető. A tűzoltás vezetőknek a képzettsége az már magasabb kell legyen, mint egy beosztott tűzoltóé. Ezt parancsnoki, illetve tűzoltás vezetői képzésekkel lehet elsajátítani. Itt a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendszeresen indítja a 40 órás alapfokú tanfolyam képzést is, illetve a tűzoltás vezetői képzéseket is indítja. Tehát a személy állományunkból, aki elérte azt a szakmai rutint, hogy úgymond az előjárói úgy gondolják, hogy szintet lépjen, tűzoltásvezető legyen belőle, akkor bárkinek bármikor van erre lehetősége. A Kurdi Önkéntes Tűzoltók egy jól összeszokott, elhivatott csapat, akik jó viszonyt ápolnak a többi tűzoltósággal, és igyekeznek a számukra szervezett rendezvényeken aktívan részt venni. A megyei rendezvényeken, amikre oda tudunk érni, mindenképpen el fogunk menni, elmentünk, színesítjük is jelenlétünkkel. Az elmúlt időszakot pedig a sikerek is jellemzik, hiszen Wilhelm Zoltánt, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát a Bonyhádon megtartott tűzoltó ünnepségen a Szent Flórián napon dísztárgyutalomban részesítette a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség. Nagy Kornél önkéntes tűzoltó pedig a Rollover lépcsőfutó bajnokságon öregbítette az egyesület hírnevét. Az előző verseny lépcsőfutó verseny volt, kiegészítve néhány feladattal. Itt 15 emeletet kellett megtenni, és 4 feladat volt közbeékelve az emeleteken. Az átlagos idő az ilyen 3 perc volt,
és a leggyorsabb nyert, aki az egyik volt dombovári kollégám, Gulyás István. Sérült voltam, 2 hónapot nem tudtam sportolni semmit, így az első mozgásom volt ez az időszak után, viszont meglepődtem, elég jól sikerült. 3 perc volt a terv időben, 2 perc 52-t sikerült futnom, és a 3. helyezést elérnem. Nagyrészt önkéntesek ezek a versenyek, viszont azért vannak pontszerző versenyek is, ott azért úgymond kötelező megjelenni az adott megyéken belül. Most ez az előző verseny is egy új irányvonal volt, itt voltak plusz feladatok lépcsőzés közben, illetve a TFA versenyen ott is van lépcsőzés, de ott csak 4 emelet, ott inkább javarészt erőfeladatok vannak. Itt egy 80 kilós bábút kell cipelni, az a homokbábú, azt várra kell venni, van egy műanyagbábú, azt húzni kell, tömlőhúzás, szlalomfutás, teljes bevetési védőfelszerelésben, tömlőket kell felhúzni a 4. emeletre. Adod, hogy a tűzoltóságok között jó a kapcsolat, Misa bádulkodik jobban, mint hogy Kornél is gyakorta edzett kollégáival a dombovári tűzoltóságon.